Köszöntöm a kedves nézőket, ez a First Gamer csatorna, én DJ Yugi vagyok, ma pedig szeretném nektek bemutatni a Tabletop Football nevű játékot a Sky Sports kiadótól. Ez egy alapjáraton egy ilyen gombfoci, illetve egy rúgófocinak talán az ötvözete, de ezt úgyis majd látni fogjátok, hogy miről is beszélek. Azt mondja, hogy első körben van három gomb, ami közül lehet választani. Nézzük meg először is az instrukciókat. Azt mondja, hogy az iránybillentyűket tudjuk használni, benagyítani, kinagyítani, illetve balra és jobbra mozdítani a karakterünket, illetve a K billentyű az, amivel a lövést is tudjuk majd definiálni, de ezt majd látni fogjuk. A play gombra rámenve, ugye visszakapjuk ezt az alap főképernyőt, és van még egy olyan, hogy mail a mate gomb. Ez lényegében annyit takar, hogyha meg is kérdezi a játék, hogy ha szerinted élvezné valaki ezt a játékot, akkor küldj neki e-mailt, akár a barátodnak, vagy akár egy ismerősödnek. Az annyiból áll, hogy megadod a nevedet, az e-mail címedet, a barátod nevét, barátod e-mail címet és egy kis szöveget. Azt nem tudom, hogy mai napig ez működik-e, mert nem próbáltam még ki, de mindenképpen egyébként jó pofa dolgot rejt ez a mail-a-mate effektus. Jó, menjünk vissza akkor a play gombra, akkor még egyszer a play-re. Itt tudunk némi dolgot állítani. Azt mondja, hogy itt be lehet állítani első körben, hogy egyedül vagy ketten szeretnénk játszani. Ha ketten, ugye, akkor ahhoz egy gép szükséges, tehát ezt csak ugye offline módba lehet kihasználni. A meccs ideje ugye 5 perc, 15 perc, vagy az első 5 gólig tartó legyen. Illetve a nehézség, ugye az Euro 2004, a másodosztály, vagy egy ilyen vasárnapi sima bajnoki mérkőzés, vagy bajnokság. Illetve, ami utolsóként, a részletesség, az ugye magasan marad. Nem állítok ezen most semmit, nézzük tovább, hogy mik vannak még. Azt mondja, hogy be lehet állítani csapatot. Alapjáraton a gép a Sky Sports-al lesz mindig, sajnos neki nem tudjuk szabályozni a csapatát, viszont ugye magunknak tudunk különböző csapatot választani. Azt néztem, hogy sajnos magyar csapat az nincsen a játékban, így azt sajnos nem tudom választani. De ahogy nézzük, vagy ahogy látjuk, azért van pár választási lehetőség. Én most valószínűleg az alapon fogom hagyni a Bulgárián, aztán meglátjuk, ha esetleg valakinek van kedvenc csapata, és várná még ebből a videóból folytatást, vagy várna még ebből a videóból folytatást, akkor nyugodtan írja le egy kommentbe, és akkor megnézhetjük azzal a csapattal is. Jó, akkor indítsuk el a játékot. Betölt. Van szó szerint egy asztal, ami van egy tábla, ami ugye a pálya is látszik. Egy kéz bedobja a labdát, és kezdődhet is a játék, majd oda helyezi a játékost. Maga a játék abból áll, hogy vannak ezek a területek, amiket most láttok felosztva. Minden területben van egy-egy ember. Most ugye nálunk van a labda, ugye fehér mezesek vagyunk. Azt mondja, hogy ugye ezzel tudom jobbra-balra ugye váltakozni, ugye kizummolni, bezummolni, vagy kinagyítani, benagyítani, nagyjából itt volt, úgyhogy ezen marad. És akkor a G gombot lenyomva be lehet állítani az lövésünk erősségét, az most ilyen 3-4 körül hagyom, az irányát, hogy merre menjen a labda, az most legyen balra, és a szögét, az most legyen lenti. És akkor nézzük, azt mondja, hogy na, ennyi, már első labdaérintés, gól is született. Látunk egy szép visszajátszást egyébként, ez is igényesen szerintem meg van csinálva. Azt mondja, hogy szép taktikát lőtt a srác, picit előtte jobbrább, visszapattan, és akkor a csatár kollega pedig nem ismervén a lehetetlent, be is passzolja szépen az üres kapuba a labdát, ahol ugye a kapus már el van feküdve, vagy fekve, és ugye már nem tudja kivédeni azt a hálószaggató labdát. De azért a végén még bevetődik, hogy azért figyeljetek, én még itt vagyok, srácok, én még itt vagyok, tartom a reményt, de nem. Jó, bedobás, vagyis középkezdés, magyarul. És akkor most az ellenfélnél a labda. A gép egyébként elég gyorsan ki tudja választani, hogy mit akar. Az mondjuk néha furcsa. De legalább ezzel gyorsítja a játékmenetet. Most megint kaptunk egy nagyon éles szögben egy labdát. Hát ezt szerintem be is kell bikázni, tehát ezen nem kell mit szépíteni. Be is lőttük, ki is szakadt a háló, tehát látszik is, hogy a labda már elhagyja a játékteret, a hálónak a terét. De utána mégis gondol egyet, hogy na, figyeljetek, azért még itt vagyok, visszajövök. A kapus meg természetesen tehetetlen egy ilyen lövés után. Egyébként gyerekkorom egyik kedvenc játéka volt ez is. Lehet vele sokat játszani.
el lehet vele lenni, főleg, hogyha így a nehézségeket esetleg megnézitek, vagy ha úgy alakul, akkor megnézzük. De jó, persze nem egy olyan hűde sok órás játékról beszélünk, de tényleg egy olyan kellemes kikapcsolódást nyújt egyébként. Közben az ellenfélnél a labda, fölé lőtte, pedig ez jó helyzete volt, de úgy látom vissza is kapja megint a játék szert, úgyhogy kap egy második esélyt. Az már lehet, hogy nem, inkább a kapusba lövi a labdát, úgy gondolja. Jó, most mi jövünk, ugye? A négyzetre. Ja, egyébként nézhet ide, hogy van valahol a sarokban egy backpass nevű gombocska. Ez lényegében csak annyit hivatott tenni, hogy ne az legyen, hogy öngolt rúgunk, tehát figyelmeztet minket a játék. Megpróbálunk most is egy bikát lőni, picit jobbrább menjen, és egy picit nagyobb ívben. A labda, az már túl jobbra ment, de nem baj, még miénk a labdácska. Itt látszik is, hogyha a falhoz van téve, most nem, de hogyha nagyon a falnál van a labda egyébként, akkor a karakterünket annyira nem is lehet már bemozgatni, ez is szépen megvan egyébként csinálva. Jó, hát igazából ez kihagyhatatlan helyzet ez is, tehát ezt én inkább belövöm. És immárom 3-0 az állás. Tehát látszik, hogy azért ott volt egy kis blokkolás. Általában ilyenkor már nem nagyon lehet teljesen 360 fokba megforgatni a karaktert, most szerencsénk volt, úgyhogy ezt ki is használtuk, góra is váltottuk, megbüntettük az ellenfél játékosait, illetve csapatát. Jó, megint egy középkezdés, ellenfélnél a labda. És akkor megnézzük, hogy mit szeretne ezzel tenni. Most már látom, picit átgondolta a helyzetet. Jó, végül is a kapura ment a labda. Nem lett nagyon veszélyes, de azért ott volt. Megpróbálunk előre passzolni egyet, hogy hát ha tudunk ezt góra váltani. Nem sikerült, de az ellenfél következik. Megnézzük most, mi lesz a koncepció. Hát semmi. Szerencsére. Majdnem maguknak lőttek gólt, úgyhogy mázlink van. Azt mondja, hogy beblokkoljuk az ellenfél kapusát, úgyhogy nem nagyon tudja ezt kijebb lőni. És ha szerencsénk lett volna, akkor miénk lett volna a labda, de sajnos nem. Viszont így most megint egy kilógás fog következni. Ami... az ellenfél játékosa az pattant, ebből még lehet nekik egy helyzetük, hogyha ezt ki tudják használni, de mindjárt kiderül, hogy ezt... hát háttal akar gólt lőni a játékos, azt kicsit furcsálom egyébként. De igazából láttunk már furcsaságokat mindenfele, főleg a sportban. Na, gól lesz-e? Nem. Nagyon elkapkodja a gép, lehet egyébként vagy a nehézség miatt, vagy azért, mert amúgy alapból is így van beállítva. Érdekes. Nézzünk egy gól helyzetet megint. Megpróbálunk most egy csavarást, hogy arra mit reagál a kapus. Tökéletes. Bejött a taktika, 4-0 immáron egyébként, és balra szántuk a labdát, de mégis, vagyis jobbra szántuk a labdát, de mégis ugye balra vetődött a kapus, mert ő azt hitte, hogy balra fog menni, az ív arra ment volna, de a csavarásnak ez a szépsége, hogy át lehet verni bizonyos hálóőröket. Jó. Már lassan ugye véget ér a mérkőzés. A bíró nem biztos, hogy hosszabbítást fog alkalmazni a megalázó vereség láttán. Egyik csapatnak se. Most kell ugye, most becsültem le az ellenfél játékosait, illetve csapatát, aztán most aláznak be minket egy ilyen hátemelős góllal. Hát jó van, hát benne volt a pakliban. Jó, azt mondja, hogy még egy próbálat, de nem, megnyertük a mérkőzést, a csapat ünnepel, ugrálnak, extázisban vannak, az ellenfél játékosai meg lehajtott fejjel, konstatálják, hogy ez nem az ő napjuk volt. És akkor a végén látható még egy ilyen statisztika is, ugye, Bulgária 4, ez a Sky Sports 1, ugye látható a labdabirtoklási arány, a kirúgások, illetve a lövési kísérletek, illetve ugye a védési kísérletek, amiből ugye sokkal kevesebbek voltak mind a védési, mind a lövések tekintetében, de mégis ugye hatalmas különbség
kerekedett. Jó, igazából akkor ennyi lenne maga a játék. Ugye, ha már rámegyünk a continue-ra, akkor ugye visszakapjuk magát ezt a menüképet. És igazából ennyit szerettem volna bemutatni. Hogyha tetszett a videó, akkor esetleg egy like formájában azt jelezd felém. Ha szeretnél még ilyet látni, akkor iratkozz fel, már valószínűleg még lesz ilyen, illetve kommentelj, hogyha lenne valami kedvenc csapatod, és szeretnél arról mondjuk videót látni, vagy meccset, és akkor igazából én DJ Ig voltam. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, legyen szép napotok, sziasztok!